Egyszer volt, hol nem volt, volt egy vaddisznó Dezső. Dezső egy mészkőhegy oldalában lakott. Egy nap viszont munkából hazaérve tapasztalta, hogy minden fenekestől felfordult. A hegy oldalában egy hatalmas lyuk volt a kedvenc fája helyén, és sehol semmi élelmet nem talált. Dezső éhezett és fázott ezeken a téli napokon, és meglátta, hogy közeledik egy nagy sárga munkagép, ezért ilyetében elbújt a legközelebbi biztonságos barlangban. Ahogy telt az idő, Dezső a barlangban várt, hogy elmenjen a rakodógép. Egyszer csak abba maradt a gépzaj, Dezső üres gyomrával kívánszorgott a barlangból, ekkor látta, hogy a bányaterület helyén újra termőtalaj van, a kopár sziklaoldal helyett és kedvenc mogyoró fái borítják a környéket. Dezső attól a naptól nem éhezett tovább.